Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, eljött az idő, e-mail, itt van a Black Opsnak a történet vonala egészen, a Cold war -ig. szóval van Black Ops 1, van Black Ops 2, és a Cold War az az 1 és a 2 között játszódik, viszont, ha nem haragszatok, csak az 1 is a Cold war fókuszálnék, mivel hogy a 2, a Black Ops 2, ugye, ami némileg a jövőben játszódik, az igazából eltér a Black Ops 1 és a Cold War-tól. Black Ops 1, illetve a Cold War-nak egymás folytatásai valamilyen képen, de a Black Ops 2 az, az úgy némileg eltér, és amúgy arról, amikor megjelent, amúgy is csináltam volt egy videót, hogy miről szólott a történet, uh, úgyhogy az most kimarad, ezért inkább csak a Black Ops 1, illetve a 2-re fogunk fókuszálni, nem is nagyon fogom húzni az időtöket, remélem élvezni fogjátok a történetet, nem fogom feltétlenül uh, kiegészíteni képi anyaggal azt, amit mondok, igyekszek egy tömör, nem túl részleteiben menő, és történetvonalat megtartani, ahol ráfókuszálunk a főszereplőkre, a fő történetre, hogy mi és hogyan történik benne. Nos, srácok, akkor á, spoiler alert, ha netán úgy érzed, hogy kevés a történet, akkor az direkt, mert csak a fő témákra fókuszolunk, nem a mellék témákra és fő témákra együtt, de ja, vágjunk is bele. Történetünk ugye már a Black Ops 1 környékén indul, ahol megismerhetjük ugye a főhőst, Alex mason akit te fogsz játszani ugye a Black Ops egy története során. És a történet ugye Kubában indul, ahol Fidel castro próbáljuk megölni. Aki nincs nagyon képbe a történelme, Fidel Castro a világ szemében az egyik rossz fiú volt. Főleg inkább azért, ugye az amerikai részről volt rossz fiú, mert hogy ő a Kubával, illetve ugye önmagával, az oroszokkal szövetkezett, tehát egy kommunista ország lett. Na most ez a kommunista ország Kuba, ugye, nagyon közel került Amerikához, így így az orosz befolyás is igen közel került Amerikához, továbbá néhány orosz bomba is bekerült Kubába, ezért az amerikaiak nagyon morcosak voltak Kubára, hogy így mondjam, és ugye a hideg háborúnak az egyik oka, ez is ez volt, hogy az oroszok nagyon közel kerültek így az amerikai Egyesült Államokhoz, hogy Kubával és Fidel Castroval szövetkeztek, és ugye te mint a szereplője a játéknak, Mason elindulsz, és ki kéne nyírni Fidel castro -t. Na most kiderül ott, hogy nem Fidel castro nyírod ki, hanem egy hasonmását, és ezért el is fognak téged, és elküldenek a francba a gulákba. Ja, börtönbe küldenek Oroszországba a gulákba, és ott kérem szépen... Uh, felfedjük, felfedi előttünk a játék a három uh, rossz fiút, ugye Kravcsenkót, Dragovicsot és stein uh, Ezek közül uh, azt kell tudnatok, hogy Stein volt az, aki a Nova 6 nevezetű, Nova 6 nevezetű gázt um, fejlesztette ki, és ezt ugye a Black Ops egyben rá akarják szabadítani az amerikaiakra is, és az államokra is, és a többi, és mégpedig ezt um, Dragovics és Kravcsenkó és Stein, ugye um, alvó ügynökökön keresztül akarja megtenni, és rengeteg alvó ügynök van elrejtve uh, Amerikában, ami csak arra vár, hogy felébredjen és végrehajtsa azt a bizonyos feladatot, hogy a Nova Six gázt eleresztik az emberek között, vagy akármilyen célra. Na most, öm, ez az játékban kicsit később derül ki, de a történet szempontjából jobb, ha most mondom el. Öm, a gulákban Mason-ön kérem szépen egy aféle Agymosó programot hajtottak végre Dragovicsék, és elkezdtek beleprogramozni um, egy kódot, és ennek a kódnak, hogyha ezt elmondják Mészönnek, akkor felold egy programot, végre hajt bizonyos uh, terrorista cselekedeteket, mint például ugye megölni akár az amerikai elnököt, aki akkoriban Kennedy volt. Na most, hogyha a történ valódi történelemre kerül a sor, Kennedy nem támogatta például a vietnámi háborút, és alapjaiba véve a békére törekedett az Amerikai Egyesült Államokkal és a világ nagy részével, és hirtelen meghalt értelemszerűen, ugye, mert a háború mindig profitáló, és régen lépett a helyébe, hogyha jól emlékszem, aki már ez is indította a vietnámi háborút, ami gyakorlatilag egy nagyon jó teszt. Testfield volt, hogy mondják ezt magyarul. Tehát ilyen tesztkörnyezet arra, hogy leteszteljék az új uh, amerikai fegyvereket, de hát természetesen azt a háborút elvesztették. Nem feltétlenül azért, mert szarok voltak a fegyverek, hanem azért, mert a vietnámiak egy kis orosz hátszélet, nagyon ügyes harcosok voltak. Na mindegy, nem megyünk bele a valódi történelem részébe. A lényeg az, hogy a gulákban ugye egy agymosás programon mész uh, keresztül, mészönként, és ezen agymosás program keretében mondjuk úgy megismersz egy olyan emberkét ott a gulákban, akinek az a neve, hogy Reznov, Viktor Reznov. Jegyezzük meg ezt a nevet, mivel hogy végig kísér minket a játékban. Na most ez a Viktor Reznov annyira ügyes valahogy, hogy beleszól ebbe a programozásba, amit Dragovicsék csinálnak ellened, és belét programozza azt, hogy Dragovics, Kravchenko és Stein meg kell haljon. És ezt többször is halljuk a Black Ops 1 során, hogy Dragovics, Kravchenko és Stein must die. És ezt, ezt folyamatosan halljuk, és ez azért van, mert Viktor Reznov gyakorlatilag miközben programoztak téged, ő is programozott téged, hogy megöld ezt a három úriembert, mondjuk így, miközben a három úri ember arra programozott eget, hogy egy orosz alno, alvó ügynök legyél amerikai földön. Elég érdekes a történet, ugye? Nem sokkal ezután Viktor Reznov barátunk egy felkelés szít a gulákban, ahonnan mi nagy szökés keretében megszökünk. <laughs> Mit nem ad az Isten? illetve hát nem pontos, hát ja, mi megszökünk, és Reznovról is úgy gondoljuk, hogy megszökik, mert hogy félúton ugye elválnak az útjaink, mikor te felugrasz a vonatra, Black Ops egyben vonat elhúz veled, és Reznov pedig egy kocsival menekül tovább. És itt valahol ennyibe is marad a nagy szökés, mert következőleg kb. Vietnámban ébredsz fel, ahol egy küldetést hajtasz végre, a küldetésnek a része pedig az, hogy elkapjátok Dragovicsot. Na most, ahogy haladsz a küldetésekben, igazából uh, itt-ott hébe-hóba, a semmiből Rezna felbukkan. És ez a legdurvább benne, hogy a, a semmiből bukkan fel, és mindig akkor van ott, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Ez a legdurvább. És um, végül Vietnámba elfogjuk Dragovicot, Woods feláldozza magát, érted? Aki még emlékszik a Black Ops-i szereplőre, mert most benne vannak a Cold Warban, és mindegy, feláldozza magát, érte? Felrobbantja magát Dragovicsa, de most arra már tudjuk, hogy sem Woods, sem Dragovic, senki nem halt meg, mert akkor a Black Ops 2 nem történne meg. A lényeg az, szóval elfogott Dragovicsot, meghalt Dragovic, megölött Stein, és megölött Trevchenkót végül, de kiderül, hogy nem te öl, és a játékban nem te ölöd meg, bocsánat, túl korán lőttem le a point. a játékban nem te ölöd meg Stent Krevchenkót, utólag, minten Dragovics ugye, woods együtt felrobbant, nem te ölöd meg, hanem Reznov öli meg őket. De, ugyebár ez nem éppen így történt, mert kiderül rólad, Masonről, hogy valójában te ölted meg Stent és krevcsenkót. Na most, és ugye kiderül a kampányból, hogy téged valójában az egész kampány során, amit játszottál, valójában ez egy CIA kifaggatás volt. És ebben a CIA kifaggatásban azt akarták kiderülni, hogy hogyan programoztak be téged, és melyek azok a számok, amit beprogramoztak beléd, hogyha meghallod, akkor végrehajtod a feladatokat. Reznov pedig. A nagy szökésbe a gulákból valójában belehalt, és végig a te elmédben volt, amiskor, amikor azt tittett, hogy Reznov hajtott végre valamit, akkor valójában azt te hajtottad véghez, csak ugye az agyad játszott veled, és reznov. Novat láttatta veled ugye mindig a játék. És ez a legdurvább benne. Végül ugye, mert ugye a játék eleve úgy indul, a Black Ops 1, hogy el vagy fogva, és vallatnak téged. Na most az a CIA, aki vallat téged, ugye, hogy kiderítse a számokat, ami az alvó ügynököket amúgy is beindítaná, hogy ne történje meg a katasztrófa, hogy a Nova Six gáz az um, elszabadul. Végül ez ugye sikerül, és akkor innen jön a Black Opsnak az első, a végső kampánya, ahol a hajó van, az a nagy karrier hajó, és onnan indul az egész nagy öm, történet, mivel hogy kiderül, hogy a számokat közvetíteni fogják szintúgy egy hajóról a Ruszalka nevezetű hajóról. Ez a Ruszalka nevezetű hajóról, ha kiközvetítik ezek a számokat, akkor ezek az alvó ügynökök felébrednek és végrehajtják a rájuk kiszabadított feladatot. Na ezt még időben a CIA, CIA Mason, Mason, nem Mason, Adler, azt hiszem, kideríti uh, rólad, mert te elmondod a számokat és megindul az akció, hogy leszedjétek ezt a Ruszalka nevezetű hajót. Voilà, Sefini, Vége is! Leszeditek a hajót, felrobban mindenki, happy és happy és boldogság. És ugye itt van a twist, és a csavar a Black Ops egy végén, amit nem tudtuk eldönteni, hiszen történik egy ilyen kisfilm, ahol van egy női hang, és egy rádióba belemondja a számokat, és ez a kisfilm utána folytatódik azzal az apró jelenettel, amikor Kennedy-t ugye fejbe lövik, és a tömegben ott van a te fejed, a Alex Mason feje ott van benne, és így. What? Na ez volt az a pillanat a Black Ops 1-ben, amikor elmentem, és elszívtam egy három cíget, hogy mi a kurvanya volt ez a történet, és hogy a Call of Duty hogy a faszba tudod kitalálni egy ilyen uh, kreatív és nagyon jó történetet. Szóval összefoglalva a Black Ops egy történetét, vagy te, akit átprogramoznak azért, hogy végrehajtson egy feladatot, mert például megölje, hogy a Kennedy elnököt, de végül ugye a CIA kiszedi belőled a kódokat, ami felébresztett volna téged, mint alvó ügynököt, leszeditek azt a helyet, ahol az alvó, ahonnan közvetítették volna az alvó ügynök kódokat, de lehetséges, hogy nem minden helyet szedtetek le, és azok az alvó ügynökök így is úgy is felébredtek, tekintve arra, hogy az a női hang ugye bemondta a szávakat abban a rádióban, elég brutális és csavaros volt a történet. Nos, de innen ugrunk a jövőbe, ugye a Black Ops Cold ahol kiderül, hogy kb. mindenki, akit megöltünk volna a Black Ops 1 az életben maradt, és most itt gondolok Woodsra, és itt gondolok Dragovicra, de ők ebből a szempontból igazából lényegtelenek a történetbe, természetesen Black Ops Cold war Mason, Woods, Adler, mindezek ugye benne voltak a Black Ops 1-be, és végig kísérnek téged öm, a Black Ops Cold War történetébe. És egy-két, hogy is mondjam, főszereplőt érdemes megjegyezni ebben a történet vonalba, de ha játszottál a Black Ops Cold war akkor megjegyzed ezeket a főszereplőket, ugye ott van Mason Woods, Adler, Park, mindezek a, 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 az emberek, akik végigkísérnek téged a Black Ops um, Coldwarnak a történetet, mindig az a azt mondja, a Black Ops 2. Uh, szóval a Black Ops Coldwarnak a történetén végig végigkísérnek, de rátérek a lényegre. Uh, úgy gondolom, hogy igyekeztek egy egész csavaros történetet létrehozni a Black Ops War-ral, nem feltétlenül sikerült úgy, annyira csavarosra szerintem is meglepőre, mint a Black Ops 1, uh, de meglátjuk, íme-íme ez lenne a, a történet. A Black Ops kolvar története 1981 környékére tevődik, nagyon éles volt eddigre a valódi történelemben való, nagyon éles volt a hidegháború Oroszország és Amerika között. Ha valami jó származott esetleg ebből a hidegháborúból, az nem feltétlenül a fegyverek fejlődése, de a technológiai fejlődés is, ahogy megindult egy verseny a két ország között gyakorlatilag, hogy ki jut el előbb a holdra, ki csinálja meg előbb a víz alatt írő tollat, és a többi, és a többi ilyen hülyeségek. Szóval, de meg volt a maga előnye is, de nem volt egy kellemes időszak, azt hiszem senki életében. A történet rossz fiúja, egy kém, akit perszerusznak hívnak. És nagyjából így is indul ez a, ez a történet. És ugye van egy jelenet a Kodvorban, ahol ott ülünk egy irodaházban, valahol Amerikában egy irodaházban, valószínűleg a Fehérházban, amikor belép Ronald Reagan a Fehérházba, és leülnek, és elkezdenek beszélni Perszeusról, hogy Perszeus igenis egy veszélyes kém. Az orosz oldalról, és úgy hiszik, hogy egy nukleáris bomba van a kezében, és ezt a nukleáris bombát természetesen amerikai földön uh, akarja felrobbantani, és Ronald Reagan gyakorlatilag minden tagnak, aki ott ül abba a szobába, szabad kezet ad arra, hogy azt csinálnak, amit akarnak, annak érdekében, hogy persze elfogjanak. És ezért is Adler fel akar állítani, ugye bár egy csapatot, egy Tactical force -ot, amiben ott van Mason, Woods is, akik uh, abban a teremben ott vannak, és hozzá akar adni még egy-két új ügynököt, köztük téged is, akit a játékban úgy hívnak, hogy Bell. Na most, innen indul az egész szarkavarás, hogy így mondjam. Mindez az egész, ez nagyjából 13 évvel a Black Ops első részek után játszódik, ugye, ahol ez a számprogram elbukott már, de azért a kódban sorozatán, hogyha bele, -bele nézegetsz a lore történetbe annak, akinek volt türelme olvasni, egy-két dolog így benne van a Black Ops 1 kapcsolatba, mint például, hogy Mason az még mindig a szám programozás hatása alatt áll, és gyakorlatilag Woods az egyetlen kapcsolata a valósággal, tehát néha nem tudja megkülönböztetni a valóságot a fikciótól és többé, és többé, Tele van ilyen kis apró részletekkel, mint például azzal is, hogy lehet, hogy mészönöltem ölte meg kennedy vagy legalábbis köze volt a gyilkossághoz, vagy mégse, tehát erre sose derül fény, azt hiszem. Na, de mindegy, lényeg, ami lényeg, hogy 13 évvel utána, hogy az oroszok feladták ezt a számprogramozós valamit, de semmi baj, mert rengeteg alvó ügynökük van még, aki igen-igen úgy néz ki, hogy beépült az amerikai atomprogramba, és valahogy így jutott hozzá Perserus egy atombombához. A játék igazából um, egy ugrabugrálás küldetések között a világ minden szinterén, továbbá múlt és jelen között, illetve emlékek és nem emlékek között, hogy komplikálódjon a uh, dolog. És hát, hogy is magyarázzam, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni? Tudjátok mit? Haladjunk úgy, ahogy a játék halad. Egy adott ponton, hogy a Black Ops Cold War-ba elérünk újra Vietnámba, és a uh, játék közé is velünk, hogy ez egy emlék rólunk, belről, hogy mi történt Vietnámban, mert hogy Vietnámban voltunk egy küldetésen, és ott volt Adler is, és mindenki ott volt, aki számít a Black Ops 1-ből, és kiderül, hogy ezen a küldetés során nem nemhogy csak uh, Dragovicsékra kell vadászni, és kiderül, hogy ott van még egy VIP, akit ki kellene menteni, de ez a VIP nem egy élő személy, hanem egy bomba. Későbbiekben kiderül, hogy ez a bomba az, amit Perszerusz megszerez uh, valahogy. És ez úgy derül ki, hogy Vietnámon találunk egy Intelt, ami ugye kódolva volt, de nekünk belnek, a féle kódfejtői múltunk van, és megfejtjük, hogy ö, nagy bomba, perszerusz, perszerusz akarja ezt a bombát, és ez mind egy ilyen vietnámi emlékként hozza fel nekünk a játék, hogy egy kicsit bemutassa belnek, nekünk ugye a hátterünket, hogy honnan ö, eredünk. Ugyanezen Intelből, amit Vietnámban találunk, kiderül, hogy van egy orosz bázis, és hogyha emlékeztek a játékra, ebbe az orosz bázisba törbe, Mason és bel mi magunk, ami úgy nézett ki, egy kicsit, mint egy ilyen rombusz piramis-szerűség ez a bázis. Na most ebben a bázisban uh, kiderül, hogy nem csak egy núk van, pontosítok, van egy egész program, az amerikaiak részéről, amit úgy neveznek, hogy a Greenlight Program, Operation Green Light. Na most, ez az Operation Greenlight arról szólt az amerikaiak részéről, hogy Európa kb. minden országában núkokat telepítettek, arra az esetre, hogyha Oroszország támadást indít az amerikaiak ellen, akkor ugye az európai államokban lévő nukok igen közelebb vannak Oroszországhoz és gyorsabban tudnak csapást mérni rá. És ez ugye ez is kiderül egy orosz bázisban, hogy az amerikaiaknak van. Ilyen. Na itt már azért sejtéli lehet, merrefelé halad a történet. Ugorva egy kicsit az időben a bázisos küldetés után... Um van egy olyan küldetés, ahol a Kremlben mászkálunk és megyünk be, ugye Adlerrel, lehet, hogy nem a Kreml. A lényeg az, hogy Oroszországban vagyunk Kremlle, ugye az orosz parlamentnek a neve, és be kell szivárogjunk oda, hogy ellopjunk onnan is némi információs és intelt. Szépen be is szivárgunk oda, és ellopjuk azt az intelt, amiről kiderül, ugye, hogy rengeteg alvó ügynök van amerikai földön beépülve az amerikai kormányhivatalokba is. Na most, ugrunk megint ugye a küldetésekkel, a világ másik felére, és visszakerülünk Kubába. <laughs> Mit nem ad az Isten? Na most Kubában azért mentünk el, mert ott volt egy tudós, akiről azt hittük, hogy Perszerusszal dolgozik együtt, de valójában nem, Perszerus csak rákényszerítette, és amikor utolsó pillanatban halálán sikerül beszélnünk ezzel a tudósa, mert Perszerus lelőtte, ugye bár beszélünk, kiderül, hogy Perszerusnak nem az a terve, hogy egy szerencsétlen núkot robbantson fel amerikai földön, nem, egész Európát fel akarja robbantani, a Greenlight Project tervvel kapcsolatban mégpedig úgy, hogy úgy dizájnol meg egy núkot, hogyha beütnek abba egy kódot, akkor felrobbantsa az összes többi núkot, ami Európában van, és ez számunkra Kubában derül ki. Na most Kubában létre kell hozni pár döntést és most arra tudjátok, hogy a Cold War több fajta kimenetele van, konkrétan három eh, kimenetele, eh, kimenetele van. Kubában az a lényeg, hogy mindenki megsérül, mert hogy az oroszok sikeresen ránk támadnak, és alig sikerül elmenekülni, és amint visszatérünk a bázisba, egy picit lényegtelen hogy mit mentünk meg, de ha a nőt mentitek meg, Kubában, ugye a párkot, akkor, akkor mentek a, a normális, igazi vége felé a játéknak, ami engedi, hogy megtörténjen a Black Ops 2. Na mindegy, megmentetek mindenkit, de arra ébredsz, Kuba után, hogy téged bekötöztek egy ágyba, és egy aféle ö, kínzáson hajtanak véget, ugyanis Adler nyom egy inekciót, és végigvezeti, a játék téged végigvezet, a.k.a. Adler téged végigvezet memóriákon, hogy kiderüljön valami információ perserusról. Ezt még az elején nem tudjuk, hogy miért, mi a jó Istenért tőled akarnak perserusról kideríteni információkat, de valószínűleg azt hisszük eddig a játékban, hogy azért a kódfejtői öm, múltad miatt, vagy hogy Vietnámban, a bunkerban, ahol megtaláltad az Intelt, a Nukról, Perszeruszról és a többi, hogy láttál esetleg valami olyasmit, ami segíthet, de végül kiderül, hogy több van ebbe. E, ugyanis a víziók során, ami a játéktéget végigvezet, ugye Adler hangjával, itt-ott hóba látott Perszeruszt olyan helyzetekben magaddal, ami nem lehetséges. Látsz egy egy, egy irodatermet, ahol egy csomó ember ül, és köztük Perszerus ott magyaráz nekik, hogy mi lenne a terv, és hogy fel kellene robbantani ezt az atombombát. És ahogy haladunk, haladunk ezen emlékek között, kiderül, hogy hogy ezek valódi emlékek, hogy te nem egy amerikai CIA ügynök vagy belnéven, hanem Perszerusznak vagy a társa. És a te történeted nem az, hogy Vietnámban harcoltál bárkivel és, és Adlerrel, és ott voltál, és te amerikai hős vagy, hanem az, hogy valójában egy orosz kém vagy, Perszerusznak közeli társa vagy, és ez számodra ezen víziók alatt kiderül, és itt hozza fel a játék neked a többszörös döntést. És még mielőtt le, ö, rátérnék a többszörös döntésre, szeretném nektek megmagyarázni a vietnám harcjeletet, hogy az most akkor megtörtént, vagy nem történt meg. Na most az igazság az, hogy a vietnám az megtörtént. Azok valódi emlékek voltak. Csak azok az emlékek, Adlernek az emlékei voltak, mert Adler valóban ott járt. Vietnámban valóban talált egy núkot, valóban talált intelt, és a többi, és a többi, csak ezeket az emlékeket annak érdekében, hogy belt, vagyis téged, mint szereplőt, átformáljanak, ugyanúgy, ahogy mészönt az oroszok az elején, átformáljanak, ezért Adler saját emlékeit adta belnek ezen program alatt, amikor átprogramozták. Szóval a Vietnám meg is történt, meg nem is, de valódi emlékekről van szó. Azért mondom ezt el, mert kicsit segítek megérteni esetleg a végét a játéknak. Na most ugye itt ajánlja fel a játék a háromszoros döntést, hogy mit mondasz. Igazat mondasz Adlernek, vagy hazudsz Adlernek? Ebből a három döntésből, mert csak kettőt mondtam, de három van, egynek van jó kimenetele, kettőnek nem túl jó kimenetele perspektíva kérdése természetesen. Ebből az egyik kimenetel az az, ugye, hogy elvezeted őket egy olyan helyre, ahol Perszerusz nincs, ők erre rájönnek és lelőnek. A másik kimenetel az, hogy elvezeted őket egy ugyanerre a helyre, ahol Perszerusz van, és te adsz egy jelet, hogy támadjanak rá ugye a társaidra, és mindenkit gyakorlatilag megöz, de ez ugye ha ez így megtörtént volna, akkor a Black Ops 2 nem történhetett volna meg, szóval ez sem a jó kimenete, de azért elég durva a vége ebből a szempontból, hogy megölöd Mason, megölöd Woodsot, megölöd Adler, megölöd Parkot, mindenkit kinyérsz ott gyakorlatilag, szóval nem egy rossz vég, és ugye ebbe a két kimenetelbe azt hattunk, felrobbannak az atombombák Európában. Az érdekesség ennek, hogy felrobbannak az Euró Európában az atombombák, az az, hogy a Black Ops-ban, War-ban nincs egy tetves európai térkép sem. Nem tudom, hogy feltűnt-e, nem tudom, lehet, hogy ezért, lehet, hogy nem, de nincs egy európai térkép sem, ha jól tudom. A Black Ops-ban mindenhol máshol játszanak, de Európa a Black Ops multiplayerben úgy néz ki, bár a fel van robbanva. Szóval, ja, na, de akkor ugye a Black Ops 2 nem történhetne meg, és ugye a jó kimenetelben az, hogy végül úgy döntesz, hogy igazat mondasz, és harcolsz az amerikaiakkal azért, hogy megállítsát persze ezt azon, hogy felrobbantsa fél Európát, vagy egész Európát. Um, és a végén ugye van egy kis videó, te és Adler sétáltok egy ilyen... Um, sziklán, a felé, és Adler tartja neked a hegyi beszédet, hogy, hogy egy hős vagy, és hogy nagyon jó vagy, és még egyetlen egy áldozatot kell tőled kérnie, és, és hogy higgyel, hogy ez nem személyes, és fogja is pff, lelő téged, vagyis lelővitek egymást. De kihal meg? Mert ugye itt ér, itt ér, meg a, itt ér a játék véget, hogy ki hal meg. És hát, hogyha megnézed a multiplayer-t, akkor Bel nincs benne a katona a a karakterek között, de Adler igen, ez akár lehet egy utalás arra, hogy Adler életben maradt, ugyanakkor Adler nincs benne a Black Ops 2-ben. Mm, na, kimaradt életben jó kérdés. Viszont szeretnék rávilágítani egy-két dologra. Ugye te bel, hogyha azt a döntés hozott, hogy igazat mondasz nekik, és valóban elárulod, hogy hol van perszerusz, hogy végre véghez, véghez menjen a küldetés, ugye felrobbantjátok ott a mindenséget, és ezért az a jel nem tud eljutni az, az atombombák az Európába az igazat mondod, és kimen, azáltal, hogy igazat mondod, te választottál egy oldalt, és amit a játékban közölnek is veled, hogy igen, te úgy döntöttél, hogy mellettünk harcolsz, és tök jó, hogy az amerikaiak mellett harcolsz, és hogy mi oldalunkra eltél. Tehát a játék megerősítégedben abban, hogy te úgy döntöttél, hogy az úgynevezett jó oldalra állsz. Azért mondom, hogy úgynevezett, és maska körmözök, mert igen, csak perspektíva kérdése, megint csak, hogy mi a jó és mi a rossz. De te úgy döntöttél, ugye az amerikai ők mellé elsz, és ezáltal harcolsz az oldalukon, ám a ja, végén a jutalmad mégis a halál. Na most én itt, ez már az én teóriám, arra gondolok, hogy Adler azért akart lelőni, mert hát gyakorlatilag egy ugye elzáratlan vég vagy, ha úgy mondjuk, és visszautalva a vietnámi történetre, azok valódi emlékek. Na most miért itt meg kicsit kezd érthető lenni, hogy Adler miért akar téged belt kinyírni a játék során, mivel hogy az ő emlékei vannak benned, és ki tudja, hogy mennyi van ezekből az emlékekből benned, és mi az, amit Adler esetleg rejtegetni akar. Szóval ez is benne lehet a pakliban, mert ugye par lehet, az is lehet, hogy kifejezett parancsot kapott rá hogy megöljön téged, viszont a játék megint csak visszaerősít a múltban, amikor jó döntéseket csinál, sőt, még régen is mondja, hogy hát igen, bel jól csinálta, jól harcolt, tehát te valóban ott álltál az amerikai oldalán, és értük harcotámmal majd jutam, majd mégis halál. És én azért gondolom azt, hogy Adler saját magától döntött úgy, hogy ö, megöli, megöl téged ugye a játék végén, egyrészt mert úgy gondolom, hogy valamiféle rejtegetni valója van. És és azon rejtegetni való lehet, hogy az, hogy ő is Percerusnak dolgozott. És itt megint visszacsatolnék, hogy azon a végén, ahogy azt a véget választottad a koldvorban, ahol uh, te és Percerus kinyírtok mindenkit, és végül Percerus a adja a rádiót, és felrobbantod fél Európát, Hogyha azt a véget választott, akkor Perszerus elmond egy, 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 monológot, hogy így megdobja a cigivel Adlert, miután kinyírtad, és valami ilyesmit mond, és még mindig azt hiszik, hogy Perszerus én vagyok. Pedig Perszerus ez egy igazából egy szervezet, és nem egy személy. Szóval, és ugye, hogyha abban a végben, a helyes döntés végben választott, választott azt az utat, ahol Adler téged, mi van akkor, hogyha Adler valójában ő is persze a dolgozik, vagy ennek a szervezetnek a, a része, le valamit titkolni akar. Lényeg, ami lényeg, majdnem biztos, hogy nem parancsra öl meg téged, vagy akar téged megölni. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, élveztétek, érthető volt a történet sorozat, mondom Black Ops 2 az nem feltétlenül annyira csatlakozik ehhez a két játékhoz, de én nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok! Hogy